Ahogy korábbi tudósításainkban már szóltunk róla, a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban országosan közel 1200 milliárd forintos a terület- és településfejlesztési operatív program kerete. Ebből Nyíregyházáé közel 25 milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye topos forrása pedig mintegy 90 milliárd forint. 6 támogatási felhívás jelent meg karácsony előtt, ami már január első napjaiban is munkát ad nekünk, és hát reméljük, hogy folyamatosan jelennek meg a többi támogatási felhívások is az év első felében. 6 közül kiemelném a foglalkoztatási paktumra vonatkozó támogatási felhívásokat. Azért mondom, hogy felhívásokat, mert 2 van egy megyei, egy helyi paktumokra vonatkozó támogatási felhívás. A 1,3 milliárdos ennek a forráskerete, a megyei önkormányzat konzorcium vezetőként van nevesítve a pályázatba, illetve hát projektmenedzsment szervezetet, paktumirodát is fog működtetni ennek a programnak a keretében a megyei önkormányzat. Az elnök hozzátette, az egyik legjelentősebb uniós támogatási lehetőség a terület- és településfejlesztési operatív program, amelynek első felhívásai már nyilvánosak. Az első pályázati kiírás, mondom, talán ami legkorábban esedékes, január végén esedékes az egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztését megcélzó támogatási felhívás, tehát arra egy hónapban, hogy a kedvezményezettek beadják. Ugye itt nem a megyei önkormányzat lesz a kedvezményezett, viszont több mint 60 település jelezte, hogy a mi partnerségünkkel, projektmenedzsmenti, pályázati írói szerepkörünkben szeretné ezeket a programokat megvalósítani. Őket a hétre összehívtuk megbeszélni a teendőket, de itt elsősorban a leendő kedvezményezetteknél van a labda. Ebben az esetben szinte kizárólagosan azt gondolom, a települési önkormányzatok pályázhatnak erre a forrásra. A topos támogatási felhívások interneten is elérhetőek, és mivel a hangsúly a régiók helyett már a megyékre helyeződik, a pályázók támogatása gyorsabban valósulhat meg a korábbiakhoz képest.